Csácsomi csötészt a csokoládé és traktorkerék ürve csatornán képer jelentkezik a következő videóval, ami nem lesz más, mint egy Seven Days to Die maratoni epizód, mivel tegnap csináltunk egy közvélemény kutatást az utolsó rész alatt, hogy mennyire szeretitek inkább a rövidebb részeket és a hosszabb részeket, és azt hittátok, hogy legalább legyenek 50 percesek, és mivel hétvége van, gondoltam, úgyis van időtök jobban megnézni, csinálunk egy maratoni részt, amiben el fogjuk foglalni ezt a bázist. Amiről azt írtátok, hogy vigyázzál, Keeper, mert ez nem lesz annyira egyszerű, mint hiszed, mivel itt speciális zombik fognak lenni, például ilyen katonai zombik, meg ilyesmik, meg még ráadásul igazából ez nem csak egy ilyen felszíni bázis, hanem valami nagyon mély, többszintes katonai komplexum, egy titkos katonai bázis. És gyakorlatilag az egész játékban szinte itt vannak a legjobb lootok, meg a legnehezebb ellenfelek, meg igazából ide beköltözni se lenne rossz. Hát akkor belevágunk a lecsóba, viszont még kettő darab óra van, addig, amíg... mi ez az izé? Update ready. Remélem az eltűnik az. Ne szórakozzál már itt. Na jó, eltűnik. Ja! Nem tudom, ti láttátok? Valami Ubisoftos ekkort, vagy valami csoda itt update-elni akar. Na, viszont kellene csinálni néhány dolgot. Mondtátok, hogy kraftoljak le ládát, aztán pakoljam ki, ami nem kell, scrapeljem be, ami nem kell, osztam el a skillpontokat, meg ilyesmi dolgokat. Egyébként elosztottam egy darab skillpontot, elfelejtettem elindítani a videót, annyi, hogy a Lucky Looter raktam. Többek között azért írtátok, hogy osszam el ide a skillpontot, például Lucky Looterre, mert ebbe a bázisban nagyon jó lootok vannak, és hogyha ugye nagyon jó lootok vannak, az nekem nagyon jó. Egyébként ilyen kutyaszarokat, ami egy darab van belőle, valami hülyeségek, azokat hadd ne hordjam, meg ezt is leszkrepeljük a francba. Ezt meg akkor lerakjuk valahová. És nekiindulunk, egyébként egy csomó minden dolgot ki fogunk próbálni, meg fogunk csinálni. Először is, rácok, lerakom ide. Még egy. Azt a betyarulást. Na bazd, megint jött egy izé, megint jött egy hülye. Megint van egy hülyénk, aki üt. Meg erre nem számítottam. Ennek többi nem örülök. Nem kéne hagynom. Jó, körülnézünk, gyerek, komoly dolgok. Aztán nem tudok átmenni. Veszélyes dolgok vannak. Hol van? A franc is sem bele ebbe, meddig van ez? Berégyelek, bazza, mindjárt ott van a csávó bent túloldalon, hallod? De az a baj, futnak a zombik, úgyhogy ha észrevesz nekem annyi, mint a szar. Tudom, hogy G-fegyver a kézbe, de most azt a szabályt hagyjuk. Az észrevett fönt, és fel akar jutni, de ugye már én nem ott vagyok. Ugye megcsapjuk, gyerekek. Várjatok! Csináltam izőt, de át kell váltani erre. Oda néz, szétver itt a dolgokat. Te hol vagy, barátom? Meg is halt. Nem egy tembeszélytelen. Egyébként mondtátok, hogy ezeket az aknákat fel tudom szedni, hogyha ki van maxolva valamilyen izé, demolition skill-em, ami nincs egyébként. Ja, figyelj, álljál le. Na. Nem raktam le a ládát? Nem. Megzavarták a keepert, nem kicsit. Oké. Rakjam ki azokat a dolgokat, amiket nem használok. Egyébként gondolkoztam nagyon sok mindenem. Figyelj, mindjárt el fogom mondani. Ezt nem hordom magam, ezt nem hordom magam, csontot magam hordom, ezt nem hordom magam, ezt nem hordom magam, ezt nem hordom magammal, ez meg, ja, mert itt volt ez, ezt nem hordom magammal, ezt nem hordom magammal, követ hordok magammal, pirulát hordok magammal, most nem hordok magammal. Ja, egy csomó mindent írtatok például, ja, hogy itt ehhez a fegyverhez én tudnék csinálni gyakorlatilag fegyvert, ehhez a lőszerhez. Ami valami pipe pisztoly. Ilyen pályfegyvereket nem olyan egyszerű, könnyű, vagy nehéz csinálni.
Gyakorlatilag, ha glue-t tudnék csinálni, akkor meg tudnám csinálni ezt a pisztolyt, és akkor ezt a 149 lőszert hozzá. Rifle-t is tudnék csinálni, puskát, meg tudnék shotgun-t is. Gyakorlatilag ezeket meg tudnám, úgyhogy ha lesz lőszerünk, akkor azt tudjuk használni ezerre. Viszont akkor kellene, glue-t kellene csinálni, az meg csontból van készítve, és távol tűznél tudnék csinálni, hogyha lenne murky water-em, csak nincsen. Viszont a murky water-t tudnék ugye bármilyen vízlelő helyből szerezni. Ez mi? De várjál. És itt volt egy tó. Valahol volt egy tó. Itt van egy tó. Úgyhogy ezt bewaypointozzuk, azt elmegyünk addig. Éjszaka, mert méne, mert ugye a Keeper az... Pont Vandika írta, hogy 20, 21 óra 1-ben van, és Keeper még mindig vinkódik, megy át mindenen keresztül. Elmegyük ezért murky water-t szerezni, meg még ráadásul akkor gyűjtögetünk. Más skillpontra is, hogy mit rakjak, azt majd írjátok meg, izére raktam. A Lucky Looter-ra raktam egy ponton még van, ugye majd szintén lépéskor kapunk még. Bízok benne, hogy jobb cuccokat fogok kapni, elvileg van egy bónusz loot, akárhány százalékon van tőle. Jó, kaptam egy csont, nagyon jó. Na! Eljavelunk vizér, nincs messze 156 méterre. Osomba megyünk. És akkor annyi, hogy ezt a katonai bázist, ezt megpróbálom befoglalni saját magamnak. Van izém, van fejlámpám, de most egyelőre nem használom meg. Ja, meg izé kellene minél több bőr. Hogyha bőr találunk, annak nagyon örülnék, vagyis ha szereznénk, mivel kellene még négy bőr, és meg tudnám csinálni a poncsót, és akkor nem lenne melegem elvileg. Meg esetleg akkor tudok még rakni arra, hogy ilyen a hőháztartásom jobb legyen, van egy olyan skill, van egy skill pontom, azt még rárakom, azt akkor valószínűleg már tényleg nem lesz nagyon melegem. És akkor ugye nem fogy annyira a staminám, nem fogy annyira a piaszintem, nem vagyok folyamatosan szomjas, mert mi mondtátok, hogy ne telepedj, mindig írjátok, hogy ne telepedj ilyen a sivatagba, mert baromi nehéz, de a Keeper a szereti Terminátor, tudjátok, a kihívásokat, úgyhogy mindenképpen ide fogunk letelepedni. Jó, ezeket már el lehet rendezni? El, ugye? Valamivel. Egy, jó. Oké. Okay. Ja, meg mondtátok, hogy faanyag sincs itt nagyon, viszont ugye itt van mellettünk a kiégett föld, ahogy láttam. A kiégett föld az meg ugye elég sok faanyag van. Ott meg ott egy zombi. Gépfegyver a kézbe legyen, inkább úgy menjünk. Meghalni nem kéne, maximum ránk csörítjük a zombikat. Na, ugye lesz pisztolyunk, aminek nagyon fogunk örülni, ott a gyúl. Ott meg a zombi, hallod, majdnem átmentem vele. Ott meg ott egy zsák. Nem hálózsák, hanem ilyen mázsák. Mázsák! Milyen zsák? Mázsák. Ez a nagyon nehéz zsák, a mázsák. Ott benne egy szemvist. Gyerekek, Lucky Looter-t, amióta megtanultam, az ott a szar a loot. És ez komoly. Tényleg, hallod. Ja, 3 óra 7 van, figyeljetek, 1 óra van vissza, nagyon szuper. Mármint addig, amíg futnak a zombik, azt hajnalban nekivel selkedünk, bevesszük azt a helyet. Ezt meg akkor ugye annyit, hogy murky water-t... Ezt nem dobt el, ugye? Nem jó. Murky water, tudunk csinálni. Nem, hogy már megint izé legyen. Vihar. Rüellem a vihar. Nem látsz sem eddig, meg nem tudom, hogy... Nem tudom, nappal akkor nem futnak a zombik. Na, murky water, abból lesz legalább waterünk, meg megcsináljuk a kettő glút, összerakjuk a pisztolyunkat, és akkor még több lőfegyverünk lett. 156 darab lőszer. Valószínűleg nem olyan erős, mint a gépfegyver, de azért nekem bőven jó lesz. Meg puskát is lehetne csinálni, csak a puska az a 762-es lőszert használja, tehát inkább akkor nem azt erőltetném. Pedig igazából akkor egy olyan kellene, ugye sörétem is van valahol, ott a nyúl, és nem tudom lelőni, bassz. Ez a baj, gyere. Hoppa. Pont elment valami. Jó lenne a nyúlat. Kéne négy bőr, és akkor lenne poncsónk. Ez nagyon fontos lenne. Csávó meg veri a izét. Oda nézzél van. Very happy. Itt a nyúl előttem, hallod? Egy is volt. Oda nézzél. Talán lesz benne négy bőr. Egy. Riktig bőr nincs. Kettő. Három. És ez nem tudom, hogy hány volt. 3-24 van, tök jó ma. Ez a baj. Azt a rohadt élet, gyerekek!
Azt a rohadt élet! Azt a rohadt élet! Oda nézz, oda futtak, ahol volt a hang! Hülye vagy, öcsém! Bazzeb! Elnézést, ha menj el, megfulladok. Mik az? Azt a rohadt élet, odafutottak, ahol volt a hang, azt ott vonaglanak. Beszarsz! Gyors, nem mentem oda, jaj, Nick ma összementek majdnem. Ez nagyon brutális. Túléltük, jó van, nem lett se nagy bajunk. Hallod, ez kemény volt, öcsém, ez nagyon kemény volt. Jó van. Jó, túléltük nagyjából. Mennyi idők lett? Tudunk poncsót? 18, meg én... Ez a hülye poncsó. Ez durva volt, gyerekek, ez durva. Jó, kell a nap, jó van. Mindjárt megcsinálom a izét, megcsinálom a kaját. Vagy a kaját? Kaját? Franc kaját. Megcsinálom a izét, pisztolyt, azt azzal is tudok csettegtetni, gyerekek. Nagyon jó lesz. Ne! Ez van, szalor, ott van a kettő glúb. Hallod? Öcsém, komolyan. Nekem annyira szerencsém van, hogy babám. De már elvileg akkor meg lehet csinálni egy fegyót, ugye? Pipe pisztoly. A pipe rifle-t is lehetne, úgy csak az nem jó. Pipe pisztoly, kraftoljuk le egyet. Ó, de jó, van még egy fegyó. De jó, várja, alsó megyen a levesbe, ezt leszkrepeljük. Hol a pisztoly? Na gyerekek. És akkor valahogy így. Jó. Igaz, csak egyes, de van 149 lőszerünk, úgyhogy azért távolsági fegyver az nem árt. Szerintem főleg itt a katonai bázisra nem nagyon akarok. Hogyha valóban igaz, hogy itt ilyen katonai extrém zombik lesznek, akkor lehet, hogy nem kellene megtámadni őket. Mármint közelharcba, hogy mit tudom én, na. Jó. Viszont a maradék murgi voltaromat akkor már csináljuk meg, nem? Beméne. És 52 van, tökéletes az időzítés, ami nem kell, ugye azt még megint ki tudom rakni. Jó, pipe-ot kirakom, vasvizét kirakom, felesleges dolgokat nem is, tojás se kell. Csontot se kell, szerintem ásó kell, se kell mostanában. Követ meg ezt a szart, ezt meghagyom. Hús se kell, kettő darab idő kellene. Jó, lesz vizem. Kajám az még van kettő, az nem valami sok. Jó, vagy gyerekek, ezt itt kéne hagynom, de az a baj, nem kapcsolódik le automatikusan, meg kell az a... Jó, 5 darab izé fa van bent, az sem olyan nem. Na jó, oké gyerekek, keményen vesszük a figurát, betámadunk itt mindenkit, elmegyünk Terminátorba, 4-0-0, tökéletes az időzítés. Csapjuk neki, oké? Azért lopakodva, mert azért lehet, hogy kemény dolgok lesznek. Oda néz, micsoda izé, micsoda épület, hallod? Beton! Ott is beton épület, tök jó. Most kubizzunk, jó? Lopakodva megyek azért. Olaj, abból egyébként mit tudok csinálni? Army truck! Tök jó, ebbe csak jó loot lesztem. Sörét, ott van a... Meg ez a izé, mindig ezt adja, ez valami... Ami kézi fegyvernek minősülő tárgy, de nem vagyok arra érte. Jó, menjünk tovább. Ja, jó, magas betonfal, gyerekek, van itt minden, mind a bocsóba. Hoppá, hoppá. De lehet, hogy az íjjalást így használjuk. Azért ez jó, mert ugye damage bónusz, olyan, mint hogy 3,5-szeres damage bónuszt ad, ugye, mivel lopakodunk. Ez azért nem rossz. Ugye olyan, mint 3 nyilat lőnék bele. Azért az nem, ez tényleg nem rossz. Csajszi, hát ez nem katonai zombi, az biztos. Lehet, hogy nem, lehet, hogy nem lesznek? Vagy lehet, hogy csak... Ajaj, gyerekek. Az viszont már egy katonai zombi a javával, ugye? De mentenék egyet, most ezt hogy támadja meg? Meg ezek a hülye seregélyek, ugye? Húha! Azt a föl se vette egy lövést. Hoppa! 3 lövés kellett nekik.
para van. Nem olyan jól utogadnak itt egyelőre. Ez valami autó lejárat, nem? Nem olyan? Ide, bazza, ilyen autóval be lehetne menni, ez valami... Katonai. Amcsi katona gyerek. Ezt meg ketté vágta az ajtó szerintem, vagy nem tudom. Hoppa, ki... Jó. Várjál már. Ó, most csináltam fegyót, bazza. Effektív range 16, damage 32. Nézzük. Effektív range... De hülye vagy bazza, komolyan, most csináltam egy pisztolyt. Erre bazza meg... Há. Hoppa! Azt vágod? Gyűnnek a zombik. Ezt várja, ezt ki lehet verni? Dick! Dick! 10 sebzek rajt! 10 000 HP és épp, izé, fal. Az igen! Várjál már, beton az mennyi? 5000 meg 10 000, hallod? Jézus Isten, de nem kell bemennem egyelőre. Sunyulok, ne haragudjál, sunyulok, jó? Szóval egy raklap katonai zombi rámarod, nem örülnék neki. De hallod, ez az egész egy ilyen betonkocka. Várjál, ez más. Ez itt beton, ez más, az kő, az meg beton, nem? Oda csapok neki egyet, várjál, megnézem. Ez 5000. Ez is 5000, ja, úgy, csak más, más a skinje. Ott lehet lemenni a föld alá, gondolom. Hoppa, nyitva. Cseblámpa. Hoppa, itt valaki meghalta magát. Betesszük. Nekem is van zseblámpa, ezt nem tudom fölvenni. Ez most a keselyűnek ki állt a falra. Hallod, ez a keselyű, ez neki... Letörte a kezemet, hogy a rossz sebb nem ette meg, 10 percre. Ahogyan? Bazza, eltörte a kezemet. Hogy tudom azt megjavítani? Nem vagyok happy. Bazza. Na, megnézem ezt a izét, hogy van. Max HP-mat is lejjebb vitte. Rohagy meg! Lecsökken. Ráadásul lecsök... Jó, ez megint robbanás. Lecsökkentette a izémet is. Van ilyen sín, az hol van? Tudod, így be lehet kötni magad, az nem jó rá. Ó, te fiú! Ez nem jó rá. Miből kell csinálnom? Ó, oh, duct tape. Duct tape-et azt meg biztos lehet glue-ból. Jó, 10 percig van, hát 8 perc. Lement az a max HP-n is. Ez meg valami lift. Gyerekek, össze fogom fosni magam, bazze. Júj! 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 Ez tényleg egy ilyen izé, föld alatti komplexum. Hallod, de itt zombik azok nem igen tudnak betalmadni. Az biztos, hallod. 5000-es far, meg 10000-es izé cuccok. Ez brutál lesz. Kocsit így lehet. Megint melegen van, igen. Ott voltunk lenn, a körülnézünk erre, jó? Ez érdekel, ez a bázis. Zombi. Meg is halt. Nagyon jó egyébként ez a... Íjászat jó. Hoppa, viszont itt van a gyenge pont.
Ez az volt, vagy ez a garázs rész? Lehet, hogy egybe függ az egész, úgyhogy ott lent össze lehet maszkálni. Megnézem, nincs egy zombi. Nem akarunk meglepődni ilyen zombikon, ez mi az van? Hoppá, erről beszéltünk, oda nézzen. Melegen van. Igen, és lement a max HP, tök durva. Jók ezek a hatások. És túl sok nincs rajtad akkor, mi van ma? Szegek, hát nagyon jól utolok, tényleg, tök jó. Semmi értelmeset nem kapok. Oda föl lehet menni a tetejére, annak. Ott be lehet menni gyakorlatilag, akkor szerintem ugyanoda érsz ki. Megnézzük ezt is, hogy ez nyitva van-e, jó? Meg vannak a zombik, fönn kipucoljuk. Egyébként jó lenne befalazni magunkat, nem? Ott azt a bejáratot én be fogom falazni, az lesz. Ide hogy tudok bejutni, tesó? Ezt innen nem lehet, akkor csak belülről. Ó, te fiú. Figyelj, be kéne falaznom a bejáratot, legalább egy kicsit. Meg egy ajtót, vagy valamit dobunk rá. Hogy nehogy beszéljön valaki, tudod. Az a vas miatt nem engedi ott, te. Jó, hát akkor kijebb. Jó, az most egyelőre így... Csak úgy meghallom, ha jön valaki vágod. Lopakodok, az tök fura. Na, mászkáljunk normálisan. Bring art miből kell? Kell egy gumi, egy váz, meg... Mechanik arc. Az a rohagy meg. A rohagyjál meg már, ne. Valami zombi meg felrobbant. Robbannak a zombik. Ebből egyébként rengeteg tolja. Hallod, ez már ez kapott egy aknát, és még így is túlélte ennyire. Szuti, hogy az volt. Mert egy lövéstől nem volt volna meg. Jó, az nem egyszerű. Na, csináljunk egy dolgot. Jó, egy ajtó legyen, nem? Valami nyomtam egy D-t. Dropoltam valamit. Na, ajtó. Ez biztos megvéd mi. Jó, hát semminél jobb, érted. Ezt nem tudom belárni, hosszan elbetű, vagy valami. Aha, szemzáros, nyitott, open lock. Valami open. Az igazából a... Multiba ugye fontos lenne, hogy zárva legyen. Jó, megyünk tovább. Kemények vagyunk, 4 perc múlva már lejár az a szar. Azért kéne nyomnom egy ilyet. Pisztolyt mivel tudom javítani? Az a gond, hogy a javítása valószínűleg, hogy repair kittel kell, az meg nekem nincsen, úgyhogy majd a izét fogom használni másik pisztolyt. Jó, a gyerekek, megyünk, jó? Muszáj feltérképezni az alját is. Ez mi? Ezt szét lehet verni? Ez egy felvonó volt csak. Ah. Hallott tiszta stalker, esküszöm. Ebben lesz a jó cucce. Ó, oh, a szarba. Ott van egy hátizsák. Kapcsolótáblák. Nagyon meg van csinálva ez a játék, majd gyerekek. Nagyon jó.
Ott is. Ez egy garázs. Kell nekem oda hátizsák. Szerintem ez a legjobb hely a játékban. Legalábbis én régen játszottam, ez nem volt benne szerintem. Vagy pedig ennyire... Régen ez benne volt ez a hely. Brutál egyébként. Murky Water. Na. Garázs. Rick. Rick. Ja, mert izé lopakodóban voltam, bazza, azért nem tudtam futni, hogy hülye. Azt a katona zombi Dick az! Összefossa magát a Keeper, bazze. Mocskos rohadt életbe. Azt a betyár gyerekek, várj! Hátulról legalább ne támadjanak. Van itt egy automata. Nem működik. Még mindig azt úgy jelzi, mint hogy támadásban lennék legalábbis a zene. Itt is még lehet lejjebb menni? Jó, mert te fosató egy hely, na. Te, ez az autó, ez tök jó állapotban van. Ott van a izé. Gánszos doboz, vagy mi. Hallod, azért itt el lehetne héderezni, nem? Várjál, ezt tízé szét kell verni hozzá. Megint robban. Mindig jönnek a zombik robbangat. Csavarkulcs, meg benya. Jó, hogy a pisztoly van, nem? Hoppa. Chest armor. Két perc aztán ma... Ó, oh, kaja! Kaját mondhatok, mindig egy meg, Keeper. Ne szarakodjál. Toolbox, tök jó! Még egy izé. Ez brutál jó hely. Itt van a izé, ez az ajtó volt szerintem. Itt ütöttem meg az egyiket. Ott azt ütöttem meg, így jutottunk be. Tök jó. És így most már a föld alatt vagyunk, várjál. Zseblámpa. Jobban láttok ti is, meg én is. Ugye? Lőszer! Figyelj re! Ezt nem lehet. Ha ez a föld alatt vagyunk, gyerekek. Baró. Baró nagyon. Hallod, azért itt el lehet héderezni, nem? Fegyver a kézbe, bazze. És nincs zárva semmi, de jó. Jaj, mondtátok, hogy bőrt. Mandika mondta bőrt, nyerjek ki ezekből. És akkor ezt szkrepeljem be. Ad bőr, de jó, várjál. Nem fogok idén melegem lenni majd. Lőszer. Sörét, sörét, sörét. Új, ez kézvédő. Hallod, itt komoly dolgok vannak, gyerekek. De nem volt rossz betérni, várj, arra lehet menni tovább. Ezek mi? Semmi?
Szemét? Papír jön belőle, meg műanyag. Ja, semmi. Ezt láttuk fölülről, ja. Az már ajtó, vele. Csávó, figyelj rá. Jaj, ez jó mellé ment. Jó olyan ijászkodni, és amikor nincs olyan nagy veszély, jó ijászkodni. Mert ez mi? Mi ez bazd? Zárvadik, és ez valami nagyon durva ajtó lesz. 7000-es, jó, hát ezt nem kopogatom. Meg ugye a falak is 5000-esek, de ez mi? Tortol. Tortol Martos. Hát azért itt megfogtam az istállávát, nem? És vannak ilyen titkos izék. Nem biztos, hogy van valami. Szerintem itt jutok be abba a részbe, nem? Az ezt tudod mi? Hallod, be fogok szarni. Már sejtem mi. Ez gyerekek, tudod mi? Ez egy rakéta. Nem tudok bemenni itt, úgyhogy hiába is. Hogy be tudok? Ez kettő blokk magas. Dick, ez egy rakéta, hallod? Ez egy rakéta. Ez egy rakéta síló. Csak annyi cuccom van, jaj, de istenem. Ez mit ad? Mutatja. Explosive resistant, viszont tizét ad az. Staminát. Ez mit zárva van? Zárva van, itt be tudunk menni. Hú, de bemenjek, én már megdöglök a kicsit. Nem fogok tudni cuccokat cipelni. Ott is van fönn valami olyan. Ez egy izé, ez egy... Ez elmondom nektek, ez egy iszonyat nagy... Ez egy atomrakéta. Komolyan, ez egy atomrakéta. Hát ez egy rakéta siló. Jaj, hát ez hatalmas, bazze. És az egyik az hiányzik, hát a... Igaz. Az egyik hiányzik, innen... Indították a rakétát, hogy megsemmisült ez az egész világ. Skynetre ráakadtuk, úristen! Viszont beszarás, bazdmeg, komolyan, beszarás. Az mi? Csávó, le van rovadva, jó. Na, körülnézünk gyorsan még itt. Szét kell verni. Hallod, azért itt be lehet venni magad, nem? A zombi horda az karcolgatja föld a dolgokat, te meg itt elhíred el. Valami jó. Ez az, ez egy rakétasilló. Arra lehet tovább menni, lehet, hogy ott lehetne bejutni a izébe. Figyelj, végignézünk mindent, mert különben idegesíteni fog minket, ugye? Itt a tajtadék. Ilyenkor legszívesebben jobbnék egy gyors mentést, nem? Az ember azon... Na most nyom meg a gyors mentést, le vannak szakadva, baromi jó. Gyerekek, itt azért... Öcsém, azért figyelj is, ezt tudom. Ezt akartam mondani, hogy tudom zárni, nyitni. Szépen felálltam a csávot, de várjál. Kinyírjuk. Az leugrott, öcsém. Gyerek leugrott egy a szinte lejjebb, vagy nem tudom, hogy hány szinte lejjebb. Hova tűnt? Ennek nem vagyok boldog, hova esett? Ott van lenne. Jó lenne meghalna. Nem vagyok boldog, hogyha egy zombi maszkál random helyeken. Most már nem maszkál, jó.
A rakéta siló, a rakéta siló, baromi jó hely. Ez meg csak ennyi? Öcsém, ezt tudod mi? Tudod mi ez? Pánik szobadik. Itt. Hallod? Hallod? Esetleg ezeket a csöveket szétverni, meg minden. Ez elvileg tízezres, tízezres, ötezres, ötezres, meg az Isten tudja milyen mélyen lehetünk, hallod? Mert ezt fel kell térképezni, úgyhogy fölfut... bazze. Jaj, bazze, nem annyira védett ez esélyem. Nyitott a tete... Ja, mert kilőtték a rakétát. Azt a rohadt. Kilőtték a rakétát, Dikasz. Na várj, ott le lehet menni egy létrán. Ugye azért nyitott a teteje. Jó, de becsinálod ezt, izé. Meg mi van? Föltérképezzük, jó gyerekek, nem baj? Lehet, hogy egy kicsit hosszú a rész, tudom. Ott is van valami irányító pult. Ú, itt is van egy szint! Ez baze! Ez egy csomó szintes ez a létesítmény. Várva, jó, hát ilyen helyekre nem kell bemenni. Ugye egy sorai ablakon nem tudunk beugrani, csak minimum kettőn. Jó, hát körülnézünk mindjárt. Hallod, ez egy csomó szintes, ott meg át kell majd ugranom a... Nem tudom, hogy fog-e menni. Szarra vagyunk terhelve, nem kell leesni, meghalni. Itt meghalunk, az a sziki lesz. Hú, majdnem sikerült. A fi... Mi fasz volt ez? Milyen zombi volt? Na ilyet még nem láttam, ez valami kutató. Innen ugrott elő, öcsém. A szaros. Már nekik azért nem kis pajaj. Ennyi lett Dick. Hallod, figyelni kell ilyen fali beugrókra, mert itt szivatnak minket, anyám, stop. Ezt a rakétát, ez szét lehet bontani? Ki lehet lőni? Az lenne jó, ki lehetne lőni még. Nagyon az, elmondom ne, úristen, mennyi cucc, vagy mennyi ajtó, meg minden. Nagyon mélyen lehetünk, és az is zárva, ide nem kell bemenni, ugye? Viszont oda, nem tudom ezt, mennyire erős zomba. Szerintem semmi, nem? 3000-es üveg, dík! Szívatnak minket rendesen. Jó, hát nem kezdem el kiverni 3000-es üveget, meg minimum kettőt kell, ugye? Lejjebb megyünk. Utána körülnézünk mindenhol. Van valami barlang. Ó, nem tudok lejjebb? Nincs lejjebb? Még nem... Még összetörném a pofámat, nem? Amúgy valahol létre. Tudom, hogy túl vagyok terhelve, retteltesen lassabb azon a karakter. De... Ennek a izének nem merek oda verni egyet, ennek a rakétának lehet, hogyha fájna. Nem, nincs, nem tudunk lejjebb menni. Lehet, hogy itt úgy tudnánk, hogy... Várjál, az árnyítókészlet, ez hogy működik? Volt nekem, nem? Nem volt? Vagy azt ott hagytuk, mi? Mi nem, leszkrepeltük, várjál, szkrepeljük. Nézzük át a dolgokat, leszkrepeljük, jó? Nyugod, nyugi, nyugi. Ezt én soha nem fogom használni. Csak el... Ez nekem jó. Ezt vegyük most, nem? Ha biztos jobb, mint a... Várja, mi van rajtunk most? Ja, így egymásról lehet venni, mert azt mondom, hogy le biztos lekerülnek ezek, de nem, egymásról lehet venni. Hát akkor az jó. Várja, a subát azt... Ja, viszont akkor a sisak lekerül, ez még maradjon egyelőre. Na jó. Mindjárt jó pillanat. Ezt is akkor fölvetném. Jó, tök jó. Bazán rengeteg cuccom van egyébként. Bocs, körülnéztem. Na, leugrunk, jó? Remélem, hogy föl... van izé, mindig elfelejtem egyébként, hogy van ilyen frame, aztán azzal azért lehet
tompítani az ugrást, vagy az esést. Figyelj, nem hiszem, hogy itt nagyon nagyot esnék, ezt akartam mondani. Ha most vagyunk a legaljár. Hát ez... Ez egy ilyen mély létesítmény. Ez brutál jó. Nem megyünk erre, mert itt láttam egy ajtót alul is, azt hiszem. Hát, ha nyírva van. Hát, ha. Egyébként eddig még annyira nem kiemelkedő. Lehet, hogy ilyen belső helyeken lenne. Átbújunk itt. De grafikak egész jó egyébként ebben a játékban. Már olyan frankó élvezetes. Ott a zombie. Nem tudom, miért egyébként vagy a felvételtől, vagy mitől, de megint csak egy kicsit rossz lenne az FPS-em. És aztán mondom, nem tudsz bevenni ide. Nem tudsz bevenni ettől a szoros korláttól. Remélem 2000-5000 üzeje lesz. Ó, oh, köszi. Pedig el akarok menni arra. A beton, ó. Oh. Ez csak 500. Ez valami gagyi beton, vagy nem tudom mi. Ugye iszunk egyet. Úgy is kell inni, van piánk is. Talán akkor befér már a fejem, azt be tudok menni, érdekel mi van ott. Hát, ha valami különleges dolgot találunk. Nem faj, az a... Menjél már, na. Jó. Nem vagyunk nagyon túlterelve, alig mozgunk. Szólni nem mertem, bassz, mi volt ez? Doberman őrült kutya. Szóval léptünk egy szintet, amióta bejöttünk ide, gyerekek, majdnem. Ha mondom, hogy a gépfegyver kölcsém. Fasz, mi ez a hely? Esik az eső. Összefosom magam, mindjárt komolyan mondom, azért készítők kitettek magukért itt. Ez tudod milyen mélyen van, ez föld alatt vagyunk, az Isten tudja hol. Dík! Gyúrós terem meg minden, hallod? Konyha. De ilyen helyek nem kell bemenni, mert szerintem olyan ajtók van. Olyan ajtók vannak, és itt sötét van, és lárva van ez a szar ajtó. Jó, körülnézünk mindjárt, de itt... Ez le... Hogyha ez kipuc... Na, de várjátok, írjátok, hogy ezt én kipucolom, akkor lesz olyan, hogy... Újra termelődnek a zombék. Az agility-t ad plusz egyet. Ah, itt van a izé, itt van a... Itt van a lakószint, tudod? Gyerekek, azért ide be, tényleg bekuckózol. Bőrcsek, minden van itt, mint a bucsúba. Könyves póc. És kutya ne legyen, öcsém. Na, a zombik azok ide visszatermelődnek. Egyébként tudom, hogy zavart vagyok, meg azt sem tudom, hogy mit beszélek, de nagyon para. Ez ilyen stalker beütés, komolyan. Ló! Öcsém, facsiga! Doktor Réli, bazza! Ba,
Az a függöny mögött volt a csávó, hallod, az ubajzóba. Hallod, ez nagyon kemény. Ezt az ajtót valaki megütötte a másik oldalról, lehet, hogy én. Te a budikba biztos beleéderezik a csávó, hogy se jó. Murky water? Gondoltam. Meg cső szokott lenni régen benne, WC papír. Hoppá, nagy egészségű csomag van, mint... Á, nem, te férsz el! Sok szar! Na hát igen, vissza kell vennünk. Zárva. Ez volt az az ár, igen, amelyik... vagy ajtó, amelyik kívül volt. Kívülről néztük az elep. Viszont az az ajtó, az nem tudom, hol vezet, azt meg kéne nézni. Tudom, hogy izé, hogy túl vagyunk terhelve. De igazából körülnézni lenne ezt a kedvem. Ja, azt belelőttem egyet az ajtóba, azért volt megsebződve. És érdekes, hogy... látszik. Kocskásing. Jó, most egyelőre nem veszünk fel mindent. Barátaim az úrba, ez a komplexum, ez nagyon oda van téve. Ez nagyon meg van csinálva, a könyves szekrény. Több is volt egy könyves szekrény, megnéztem? Voltam olyan hülye, hogy nem? Van papír. Fegyó. Gépfegyó. Itt a konyha. Itt néztünk be az előbb, ugye? Hallod, ez tiszta stalker, nagyon ott van. És ott egy létre fölfel. Talán lehet, hogy van valami más, rövidebb út. Megnézzük a konyhát, jó? Kicsit összefostam magamban. Ez egy mosókonyha volt egyébként, jó van. Kicsit összefostam magam. De jó, hogy mi vagyunk a Terminátor, nem? Ezeket nem lehet használni. De biztos szét lehet szedni, ugye? Na, nézzünk el erre. Tök jó, hogy van ez a nézők. Ez egy felvonó. Ez lehet, hogy a felvonóhoz visz. Oda. Jó, fölül kéne berendezkedni. Nem tudom, hogy tudnék bejutni abba a felső szinthez. Nagyon sokat mentünk azért. Alsó. Kapva nagy harang. Ott egy létra. Föl. Egy felsőbb szintre. Itt is egy felsőbb szint. Jézus Isten, gyerekek. Én már nem, ennél a résznél nem vagyok észnél. Ez megint 3000-es ajtó, vagy ablak. Nem fogok tudni bejutni. Tízezres rács. Dík, mi? Hol a francba vagyunk mi? Még ott volt egy létra, egy magasabb szintre. Ja, meglessük, jó? Ú, gyerekek, ez azért veszélyes, na. Jó, betörted a lábad, Keeper. 2 órára. Jó, gyerekek, szerintem... megmondom őszintén, jó rá csesztem. Ki kellene menni, mert most meg már még lassabban megyünk. Ezt még majd felderítjük, de... tudom, egyébként üzeiből kellene volna építenem ilyen szart. Jó, el van törve a lábam. Egyébként valahol volt fönn nekem izém.
Crossbowhoz mi kell? Ezt eldobom. De hol van az a kötöző valami? Ja, duct tape kell. Duct tape az mi kell? Tudok is csinálni, jó. Megpróbálom megcsinálni ezt a kötöző valamit. Ezt is valamit segít. Aha. Csak 39 percig. És ez mennyit redukál? Aha. Jó, biztos jobb. Meg nem olyan sokáig tart. Viszont följebb kéne tolnom a izaimat, HP-ban. Oké, gyerekek, menjünk ki innen egyelőre. Elég jó fel. De hogy fogok kijutni? Úristen. Meg várom az ötleteket, hogy melyik részen telepedjünk le. Olyan nagyon mélyre nem akarok bejönni. Hoppa. Ez valami baseball témát adott, ami elvileg gondolom nagyobb a tütök. Ez jó. És ezeket ugye nem érdemes szétverni, mert újra lehet lootolni, ahogy van. Súlyzók. Az itt is van egy ilyen valami. Ott is egy titkos helyiség, látod? Nem bírod ki, hallod? Fel kell mennünk. Mert ez innek semmi értelme. Visszajövünk. És azért... Fáj a lába és nikkorog a csávó, beszart. Föl kell mennünk, ennek semmi értelme így. Ha fel tudunk, ugye? Ja, ugye létre... Már nézzünk körül, itt mi van. Itt volt egy ajtó. Azt megnézhetnénk, hogy hol van ez a... Na, itt van ez a basz... Hol van ez a nagy létesítmény? Itt az a... Itt van, ugye? Úgyhogy lehet, hogy ez lenne... Hát, csak ezt én... Ezt hogy a csodába... Há, ez millió évig tart, most én ezt nem állok neki. Majd inkább talán írtok, hogy... Mi a véleményetek, hogy legyen itt. Föl kéne jutni oda. Fáj a lába, azaz. Nyekereg a gyerek. Jó, innen most már föl tudok. Zárva van itt minden. Pedig biztos nagyon durva lútok van. Arra is egy csomó mindent lehetne mászkálni. Jó, ne fájjon annyira a lábad. Hát kibírod testvérem az úrban. Fölmegyünk. Ja, izé, borús az idő fölött. Minden ugrott ki a zombi, ugye? Ja, ott esett be az eső. Ja, mert izé van, itt be lehet, bepotyoghat. Zárva, minden zárva, itt is pedig... Oda nézzét, esó. Mondjuk én megmondom őszintén, hát lehet, hogy fölülről hatolnék be. Valahogy úgy, hogy a lyukat vágnék a falba. Majd mindjárt ezt néztük ugye, hogy ez jó lenne ilyen izének, pánik szóval. Egyébként egy csomó helyre el tudnék itt rejtőzni. Jó, el lehetne itt lenni. Tényleg valami érdekeset megláttok, meg... Hú, gangsternek most van izéje bőven. Ez az ajtó is. Ez is hova lehet? Várjál, nézzük meg a térképet. Ez is az Isten tudja hova. Ugye ott van az a rész. Jöttünk be, ugye? Arra van az a rész. Ez mennyire ide és mennyire durva.
7000-es ez is, úristen. Azt nem fogom tudni kiverni itt. Neki se állok, ne haragudjatok. Ja, itt volt a izé. Mit tud ezt szifogni, hogy izé, hogy fáj neki? Ja, még éhesek vagyunk, mindjárt eszünk. Várja, van kajám, azt hiszem. Megyünk meg, jó. Exit. Egy gépfegyver a kézbe állt, valaki bejött közbe. Ezeket majd újra lehet lootolni, tök jó. De jó, azért csak kijutunk. Gyerekek, azért itt lehetne ízni. Egyébként ezt a központi részt is megcsinálhatnám, itt tudom, hogy szétverném az autókat, vagy... Nem tudom, melyik részre telepedjek le. Majd írjátok meg, hogy hova lehetne. Hogy szerintem, vagy ti hova telepednétek le, melyik részére. Az a központi torony az érdekel, és biztos lehet jutni az aljába, valahogy be kéne oda jutnunk. A fájlába tudom. Jó, elvileg nem jött be semmi. Hát azt majd megerősítjük, mit tudom én, akármivel is. Az lenne jó, az a hely, gyerekek, azt tetszene. Mondjuk ez is nagyon jó. És ennek a tetejére föl lehet menni, várjál? Mi volt egy létra? De most ez miért lüktet, hogy egy fájlalva? Mindig írja, hogy mit tudom én, fájlalva. Az valami negatív hatással van szak. Nem, amit közben elkezdünk haldokolni, vagy valami. Mit, most milyen ez, ilyen mi van? Ja, izé. Nem szabad ugrani, meg sprintelni, mert akkor fáj neki. Beszarsz. Murky Water. Na, itt... Ez mi? Oda nézzé, titkos izé, titkos hely. Az igen. Titkos dolog volt. Ez meg mi a szar? Equippelni lehet. Ez mi? Ja, annak a tetejére kéne valahogy, vagy nem a tetejére. Vaj, nincsen a tetején izé? Lejárat, azt is meg lehetne nézni. Utálom az esőt. Na, menjünk le, aztán jussunk fel a tetejére. Ja, és akkor ott van ez a kettő vetőcső, az egyikből van rakéta, a másikban. Másikban nincs rakéta. Jó, hát azt hiszem, hogy megtaláltuk a bázist, ahol létezni fogunk. Itt ugye hiába törünk be, felugrok azok a tetejére. Vagy hülye hangot hallok. Ugye minden, mindig, hogyha ugrálsz, meg ilyen fasságok vannak, akkor ide, akkor HP-t vesztük, hogyha el van törve lábunk, de nagyon tuti. Jó, megszívtuk. Hoppá! Csapóhajtó gyerekek! Szinte ez baró jó ez a rész. Gyerekek, ezeket, várjál, ezt tudom használni? Jó, ott van ott HP. Ja! Ez nekem tetszik ez a rész, ez a hely. Itt kellene, úgy gondolom letelepedni, és viszont ide hogy lehetne bejutni. Gondoltam, hogy zárva, azért meg sem néztem, mondom. Ez meg? 7000. Az nagyon sok. Pedig biztos kíváncsiak vagytok, ugye? Velem együtt. Hogy mi lehet ott lent. Na, és most nem, nincs meleg a csávónak. Ez az oszlop nem tetszik, hogy itt középen van. Ezeket valószínűleg szét kell verni, mert nem tudom használni. Ja, egyébként tök jó. Ja, ott, hogy az az ajtó volt, nézd, ami ugye el van dőlve. Szerintem az az ajtó volt, csak ugye ki van törve. Tök jó. Kajásak vagyunk. Na mindegy, nem tudom, hogy mióta megy a videó. Talán most már ez hosszabb volt. Mondjatok tippeket. Egyébként az a központi létesítmény, ez az épület is nagyon jó.
falaknál kellene különben futó ilyen dolgot csinálni, hogy ki tudjak látni ilyen futó rampát valamiből, fából vagy akármiből, hogy föl tudjak rá menni. Egyébként maga ez az udvar is jó. Ja. Nem tudom, hogy mi, hogy lenne a legfrankóbb. A horde ellen ugye kapásból jó a aknasövény, aknazár. Följutni nem tudnak, meg ide főleg nem tudnak, ide erre, erre a toronyra, még ha az udvarra be is jutnak. Ide kéne bevernem magam, azt megnézni, hogy mi van ott. Szerintem itt nagyon jó dolgok vannak ebben még. Na, jó van gyerekek, szerintem elbúcsúzom, mert azért az már nem lehet, hogy nem lett rövid. Remélem, hogy elég hosszú volt. Lemegyünk még mindenki futóali, csak jó lenne egy olyan helyet találni, ahol tényleg letelepedünk, mármint, hogy így bevesszük magunkat abba az épületbe, vagy ebbe kellene bejutni. Ugye lehet, hogy azt kéne csinálni, hogy gameplayen kívül, hogy kopogatom, és akkor indítom el, amikor már nagyon kevés van benne. Ugye gondoljátok, hogy így csináljam, akkor írjátok meg. Na csáá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 á